azzal indítjuk a ez évi első kunyhónkat, hogy beidézzük mindazokat a dolgokat, amiket erre az évre szeretnél magadnak megteremteni. Erőt adunk neki, energiát hívunk hozzá, rálélegzünk, behívjuk, bevonzunk az életünkbe. Ez egyrészt magát az egész kunyhót felajánlhatod valamire, mi az a legnagyobb dolog, amit szeretnél ebben az évben elérni. Ez bármilyen területen lehet, tehát párkapcsolatot szeretnél, vagy anyagi bőséget szeretnél, vagy egy új munkahelyet, vagy valami, ami úgy érzed, hogy most éppen itt az ideje, hogy változásban legyen, akkor arra felajánlhatod, és külön ugye négy körös a kunyhó, tehát minden kört is felajánlhatsz külön valamire, jó? És akkor abban a részben azt a kört nyomod meg, ugye kivéve a harmadik kör, mert az egy ilyen elengedés, gyógyítás kör, és utána a negyedikben pedig egy újjá születés. Biztos mindenkinek van azért elengedni való, és nekem van éppen, de teremtésben vagyok közben. Az elengedésemet már megsirattam. Segít a légzésben, segít a túlélésben. Ugye az elme nem azzal foglalkozik, hogy hát itt meleg van, meg mennyien vagyunk, meg mit keresek én itt tulajdonképpen itt sok ismeretlen ember között újjászületni, hanem azzal foglalkozik, hogy thank you.
meggyújtjuk a mágiát, hogy az már így jön, hogy kell neki legalább egy 2 óra, amire a maguk a kövek szép vörösen izzóak lesznek, hogy a kín a tűzemben már teszi a dolgát. Ha már elég vörösek a kövek, akkor kezdhetünk neki magának a szemnek, ugye azok a kövek lesznek bejuttatva majd egy vasvillával, vagy szarvasavancsal a kunyhónak a közepében, ott van egy mélyedés, hogy aki nem volt még annak, mondom inkább, az onnan kivett földből készült az oltár, és oda kerülnek be ezek az izzókövek. Tehát kimegyünk, meggyújtjuk, énekelünk egy pár dalt, mindenki vesz majd egy fadarabot magának, és egy picit ide szorítjuk majd a mellékosunkhoz, és a fadarabot. A koronacsakránkhoz, és homlokunkhoz, és belerakjuk, belegondoljuk azokat a dolgokat, amiket ebbe az új időszakban, új életben nem akarunk további magunkkal. És ezt rárakjuk majd, amikor ég a tűz, ezt rárakjuk majd. Engedjük a füst, az föl, ugye az égben nincsen már a szükségünk, ugye magával. Amikor meggyújtottuk a mágiát, akkor egy pár perc szünet után visszaülünk, akkor beszélek bővebben egy kicsit a kunyhóról, hogy mi ez, történetéről, hogyan alakult ki, mire használjuk, miért használjuk, amíg esetleg valakinek ez újdonság. Utána tartunk egy nyitókört, húzunk egy kártyát, ami segít egy instrukciót adni már, hogy mi az, ami esetleg nem tudtad még, hogy miért vagy itt, akkor segít megérteni, hogy mivel van a dolgod, ráirányítani a fókusz valamire. Körbeadok majd egy sastollat vagy valamit, és beszél a Tolkien, mindenki mond majd egy pár mondatot magáról ezzel. Ez nem kötelező egyébként, tehát ilyenkor, ha nagyon zárkózottnak érzed magad, vagy nehezen nyílsz meg, akkor elég, ha csak a nevedet mondod el, és sziasztok, én Jóska vagyok, új lapátfáról, és tovább a következő. Mert hogy testvérek leszünk, akik együtt megyünk a kultúr, és együtt jövünk ki majd utána, hiszen egy anyanévben születünk. Tehát egy kicsit ismerjük meg egymást, húzunk egy kertet, beszélünk erről, tehát mindenkinek lesz egy pár perc elmondani a dolgokat. Közben ugye ki még a mágia, énekelünk még dalokat, és amikor úgy érezzük, hogy minden rendben van, akkor beülünk a kunyhóba. Jó? Akkor most rakjuk le a dolgokat, és menjünk ki mágiát gyújtani. Yeah.
Yeah.
Oh!
sámán táltos útnak a lényege az az, hogy egy valamilyen szinten módosult tudatállapotba hozod magad, ugye erre vannak a dalok, a dobok, a csörgők, a légzések, növényi főzetek, a világ sok táján nagyon sokféle variáció maradt meg, hogy az emberek hogyan képesek kommunikálni a szellemvilággal. A lényeg az az, hogy egy módosult tudatállapotba hozod magad. Az izasztó kunyhó azok a közé tartozik, amikor valamilyen külső olyan körülmény elé állítod a szervezetedet, az elmédet, amit akkor nem képes racionálisan gondolkozni tulajdonképpen. Hát benne nagyon meleg van, kicsi hely van, kicsit félelmetes is lehet talán annak, akinek főleg akinek van egy klaustrofóbiája, vagy nem szereti a sötét, zárt kicsi helyeket, de hát, hogy ez a klaustrofóbiát is valószínű, hogy egy rosszul való megszületéstől hozzuk magunkkal, hiszen amikor megérkezünk ide ebbe a testbe, akkor egy anyamében vagyunk benne, ahol kicsi, nedves, meleg és nagyon pici hely van. Tehát, hogy egy ugyanilyen helyre megyünk be. A maga az izasztó kunyha egy újjászületés gyakorlat tulajdonképpen, tehát amikor kijössz újra majd a végén, akkor másképpen fogod látni a színeket, másképpen érzed magad, fölül tudod írni a születési élményedet, másképpen látod a világot, másképp látod a saját problémáidat, esetleg megtisztulsz. Mind szellemszinten, mind testi szinten is, tehát valóban egy idő után elég meleg lesz bent, 70-80-90 fok nedves gőzbe azért az elég meleg tud lenni, és ugye egy másfél-két órát vagyunk benne nagyjából, ez azt jelenti, hogy egy idő után nem csak a verejték, hanem még a fagyümirigyeken keresztül is elkezd belőled kijönni mindaz, aminek a szervezetedre nincs szükséged, kiizzadod magadból, tehát egy hatalmas megtisztulás. Hatalmas erőt tud adni ahhoz, hogy valamit elkezdj az életedben. Az első testen, hagyjátok körbe nyugodtan, és húzzon mindenki egyet majd belőle, jó? Nekem az első testen kívüli élményem például izzasztó kunyhóban volt, mert annyira meleg és rossz volt benne, hogy a lélek az úgy gondolta, na jó, hát én elmegyek innen körülnézni, ezt csak ott hagy szenvedjek. Kicsit nem megijeszteni akarlak titeket, csak figyeljetek arra, hogy tényleg meleg van bent, tehát készüljél fel rá. Annyiból jó, mint a szauna, ugye a szaunában ugye bemész és egyből van mondjuk 80 fok, és pár perc után azt érzi az ember, na jó, hát ez borzasztó. Itt viszont ugye, amikor beülünk, akkor még kimondott a hideg lesz, bár lehet, hogy rakatok belőle egy pár követ előre, hogy ne legyen jéghidegben, de hát ilyen 0-10 fok között lesz való, amikor beülünk. Gyorsan bekérjük az első 7 követ, mondjuk se elkezdem locsolni, akkor elkezd felfelé menni, de mégis egy nagyon lassan megy felfelé a hőfok. Ez azt jelenti, hogy a 2 óra alatt megy föl mondjuk a plusz 10 fokról plusz 90 fokra, tehát a szervezetet nem viseli meg annyira, hanem van időd hozzászokni, van időd bele lélegezni. Másrészt pedig jó a csapat, viszonylag sokan vagyunk, ennek a hátránya az, hogy kicsiben a hely. Az előnye viszont az, hogy egy nagyon erős energia, ezt biztos éreztétek a dalok között, hogy szinte vágni lehet az energiát. Tehát, hogy ezekbe a dalokba bele lehet ott benne kapaszkodni. Tehát enged, hogy vigyenek, enged, hogy énekeljél. Például, ha igyekszem olyan dalokat énekelni most is, ami van héjazós része, vagy válaszolgatós része, hogy bele lehet feledkezni ezeket a dalokat, hosszabban énekeljük bent. És akkor nem azon gondolkozom, hogy úristen, hogy kapok levegőt, meg milyen forróság van, hanem énekelhet, hogy szárnyít egy sólyom, és nyomod tovább, és mész bele, szabályozza a légzést is, és ezek a dalok pedig segítenek, tanítanak, mindegyik hoz egy energiát, például minden állat, amikről énekünk, a farkas, ugye a szabadság, medve a gyógyítás, a sólyom, a tisztánlátás, mindenkinek van egy képe biztos az állatára, akinek még nincs segítő állat, annak például meg fog érkezni valószínűleg az izasztó kunyhóban, mondjuk a kígyó, és akkor ki fog kúszni majd így. Segítsetek egymásnak, azt érzitek, hogy valakinek segítségre van szüksége, de arra kérlek, hogy egyébként meg így hagyjátok békén egymást, tehát hogy nem kell egyfolytában mellette ülött pátyolgatni, és hogy úristen szegény, mi van. Mert lehet, hogy élete legnagyobb élményét éli meg, te pedig kihúzod éppen belőle, vagy éppen megadod neki. Ez elmesélek egy sztorit. Még így jó régen volt, ideje járom ezt az utat, és hogy az egy transzlézés volt, ami nem izasztó kunyha, de hát lényegtelen volt egy segítő mellettem, aki az volt a dolga, hogy én lélegezzek, és akkor
elkezdett egy simogatni az arcomat, hogy jaj, holló, vegyél már levegőt, és fölépázom ezek, és légy szíves, és mondta, és ezzel édesanyámat nézte fel igazából, és azt fölkerült, hogy bemosok neki egy akkurát, tehát kihozott belőle végig is egy energiát, amivel utána tudtam dolgozni, hogy miért érzem én ezt tulajdonképpen, de hát, hogy ne szólj bele a másik, ne másik csinálja a saját dolgát, a dalok segítenek, a minden, lesznek bent imakörök, és mindenki elimádkozza a saját imáját. Ez a forma, ez amit használunk most is, ez a kupola forma, ez egy észak-amerikai indián forma, maga a szertartás menete, ugye náluk maradt fönn. A magyar hagyományban is volt szó izzasztó kunyhóról, a szkítáknál is volt kunyhó, a magyar mágus vagy tátos perekben is két helyen említik az izzasztó kunyhót, de hát nagyjából annyi szerepel a leírásban, mondjuk a szkítáknál, hogy ágakat összekötöztek, állatbőrrel borították, forró köveket hordtak be, izzóköveket, az izzókövekre kendermagot szórtak, és nagyokat kúrjongattak. Tehát például ilyen volt egy külső, igen, egy külső szemlélő leírásából, hogy ez maradt fenn, de hogy a tátos perekbe is gyógyítottak vele, tehát gőzbe vitték az ember, gyógyul bevitték egy kunyhó, forró köveket hordtak, locsolták és gőzöltek. Ugye ez még, én emlékszem, hogy biztos, régen nem volt például neocitrán, és engem a nagymamám az mindig a duszba rakott, meg inhaláltatott, berakott a kamillás gőzbe, pukrócot a fejemre, és ez gyógyított, tehát kivette belőle a beteg. Most is ezt egyszer érkezett ez a dolog, hogy ez nálunk így nagyon helye van, és azóta a harmadik kör a gyógyításnak a köre, kamillás vízzel, kamilla teával locsoljuk majd ilyenkor a köveket, és akkor majd szólok is, hogy jó mélyet lélegezzel, nekem visszahozza egyrészt az ősöket, a nagyszülőket, másrészt meg valóban fertőtlenít, tisztít, szárít, nagyon, nagyon erős gyógynövény. Mert egyébként is viszek be gyógynövényeket, minden követ megszentelünk. Ezek között vannak magyar gyógynövények, vagy levendula, vagy citromfű, vagy menta, vagy vannak tradicionális indián gyógynövények, mint például a medvegyökér, vagy a édesfű, vagy kopál, vagy hasonlók. Nem tudom, még nem válogattam ki, hogy melyiket hozom, miket viszek ma be magammal. De hogy mindenképpen használjuk bent, tehát a köveknek az energiája, itt a kövek azok a nagyapáink, ilyenkor azt mondják, hogy évmilliók óta léteznek ebben a formájukban, és most sok közülük szétpattan, és megváltozik, és az életüket, az energiájukat adják azért, hogy mi gyógyuljunk. Tehát ők a nagyapák, értük tisztelet, és köszönet, hogy gyógyítanak minket, és dolgozunk benne a gyógynövényekkel, a földdel, a tűzzel, a vízzel, az elemekkel, és elsősorban önmagunkkal. Én is húzok egy kártyát. Beidegződések. Szerintem van egy oroszlán, akinek egy bárányből van a hálán, ez azt jelenti, hogy ideje megmutatom, hogy én igazából egy oroszlán vagyok, és nem egy bárány. Nem tudom, hogy ennek örülni fogtok-e majd.